Nem csak szárazföldi egységekkel, illetve hajókkal látunk el szolgálatot, hanem gyors reagálós jetskijeink is vannak, illetve drónokat is bevetünk a fokozott ellenőrzés során, melyekkel könnyebben ki lehet szűrni a szabálysértéseket, bűncselekményeket, illetve a végrehajtó járőr egységeket is könnyebben lehet pozícionálni, mozgatni velük. Figyelünk az ellenőrzés során arra, hogy mindenkit megszondáztassunk, tehát aki a vízi közlekedésben részt vesz, mivel nulla tolerancia vonatkozik a vízekre is, nem csak a közutakra is a közlekedés során, illetve a hajózási szabálysértésekre odafigyelünk, tehát azokat kiszűrjük, illetve megfelelőképpen szankcionáljuk. A napfény, a víz a motorcsónak adta szabadságérzet, könnyen csábíthat szabálysértésre. Ám az ittas hajóvezetés is komoly szankciókat vonhat maga után, ezért nem győzik hangsúlyozni a vízirendőrök, hogy nem éri meg kockáztatni az esetlegesen több százezer forintig terjedő bírságot. Próbálunk mindenre odafigyelni, amit tudunk, betartunk, élvezzük a nyarat, itt vagyunk lenne a Tiszatón, gyönyörű az idő. Bár a Tiszató Magyarország legnagyobb mesterséges vízfelülete, mégis szűknek bizonyulhat, ha túl sok vízi jármű mozog rajta, ráadásul nagy sebességgel. A hajóknak nem csak egymásra, hanem a fürdőzőkre is figyelniük kell, de mindenek előtt saját magukra. Mi tulajdonképpen sportolni jövünk, és hogy jól érezzük magunkat, úgyhogy természetesen próbáljuk a szabályok betartásával ezt elérni, és akkor minden rendben lesz. A nyári főszezonban jelentősen megnő a vízi közlekedők száma a Tiszatavon, mégis eltörpül a fürdőzők száma mellett. A tavon 6 kijelölt fürdőterület van, nagyon fontos, hogy a strandolók csak ezeken a szakaszokon élvezhetik biztonságosan a vizet. Oda kell figyelni a fürdőzés során arra, hogy felhevült testtel, illetve telegyomorral ne hirtelen menjenek be a vízbe, illetve azokon a vízterületeken, ahol a vízmélységet nem ismerik, vagy bármilyen akadály, akár úszadék lehet a víz között, abba ne ugorjanak bele, illetve 12 éven aluli úszni nem tudó, illetve 6 éven aluli gyermekek csak felnőtt társaságában vehetik igénybe a szabad vizeket. Kevesen tudják, de a szabálytalan fürdőzést is szankcionálják a vízirendőrök. Akár 200 ezer forintos bírságot is jelenthet a tiltott helyen fürdőzés. Az odafigyelés akár forintban is mérhető. A napfényre is, tehát a nap ellen is védekezünk, ugye a víznél, a gyerekeknél ugye biztonságos úszógumi, karúszó használat, tehát nyilván sekély részbe, mert kicsik a gyerekek, tehát ez is fontos, és együtt megyünk bele, úgyhogy teljes mértékben odafigyelünk az ilyesmire. Ahhoz, hogy a Tiszatónál töltött vakáció, vagy akár csak az egyszeri strandolás is biztonságban történjen, nem csak a vízirendőrök felelőssége, hanem a strandolóké is.